Szent uralkodó, mindenható Atya, örök Isten, kegyeskedjél megáldani ezen kenyereket szent lelked áldásával, hogy mindnyájan, kik ezekből táplálkozni fognak, lelki üdvösséget, testi épséget, minden ellenséget szándék ellen hatatós védelmet nyerjenek. A mennyekből alászálló, a világnak életet és üdvösséget adó Urunk Jézus Krisztus által, ki veled és a szent élekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindenkor, örökkön, örökké. Amen. Megáldatnak és megszenteltetnek ezen kenyerek, a szent élek malasztja és a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Vashalmon a Jézus szíve kápolna szabadtéri oltáránál szentelték meg az új kenyeret a 19. eszlári aratónapon szombaton. A településen évek óta hagyomány, hogy szerveznek egy közösségi napot, ami a helyieknek és a környékbelieknek szól. Az idei aratónapon az időjárási körülmények miatt nem tudtak kimenni aratni a résztvevők, a rendezvény helyszínén mutatták be a cséplőgép használatát. A cséplőgépbe kézi erővel helyezték el a cséplendő szálas gabonát, amit előzetesen kézzel kaszáltak le a tiszaeszláriak. Tiszaeszláron 3200 hektár föld borítja a környező, tehát hogy a településnek ennyi a mezőgazdasági földterülete, ez még a TSS időkből van az én fejemben. Tehát itt nálunk, miután egy közepes kategóriájú földterületek vannak, kukorica, napraforgó és búza és egyéb gabonaféleségeket termelünk, termelnek az itt élők, tehát tulajdonképpen nagyon fontos a búza is, meg a annak a feldolgozása is. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy fontos a mindennapi életben, a búza és ennek a betakarítása. A 19. eszlári aratónapon számos program várta a helyieket. Volt mazsoret bemutató, a vendégeket ebéddel várták, a színpadon fellépett Újvári Marika nóta énekes, de volt vidám park és kirakodó vásár is, valamint ingyenes egészségügyi szűréseket is szerveztek a településen szombaton.